Az Állatok Világnapja alkalmából az állatvédelem a felelős állattartás és a láthatóság jegyében figyelemfelhívó sétát szerveztek a jász Szolnokvár vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai. Az eseményre több mint száz kutyás gazdi érkezett, akik a rendőreitől láthatósági eszközöket és mellényeket kaptak, hiszen ilyenkor ősszel különösen nagy hangsúlyt kap a látni és látszani elv fontossága. A rendőrök nem csak a közös sétával igyekeztek felhívni a figyelmet a jó gazda gondosságára, hanem szórólapokkal és jó tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket. Szóba kerültek a felelős állattartás szabályai, a veszélyes állatok tartásával kapcsolatos rendelkezések, valamint az is, hogy mit javasolt tenni, ha eltűnik a házi kedvenc. A közös séta a Szolnokikos úttéről indult a Tiszai hajósok teréig, ahol az állatszerető közönség különféle kutyaiskolás bemutatóját tekinthették meg. A nap követően az esemény zárásaként a részvevők és az érdeklődők láthatósági mellényekben a kutyusok fény visszaverővel és világítással ellátott nyakörvekben tettek egy közös sétát a Tiszaparti sétányon.